Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Kipróbáltam BF1 Fog of War. Mi az Isten nyilát hoztak ezek itt létre, és miért olyan izgalmas ez a köd? És már előre látom a kommenteket, ez a köd csak Necrocrim, ha megint lehúzta a Battlefield 4-et, anyu! De valószínűleg ilyen kommentek fognak jönni, mert hogy el kell ismerni, a Fog of War az egy jó, illetve érdekes koncepció, inkább így fogalmaznám, meg tényleg egy jó koncepció, van köd, amit úgy oldottak meg, nem a köd maga a különlegesség, hanem az, hogy néha például összetéveszteted a társaidat az ellenféllel, azért, mert a kis ikon a fejük fölött tök későn jelenik meg. És ez emiatt például az emberek időnként bizonytalanak ebben a Fog of War-ban is, és nem tudják, hogy kire vagy mire lőjenek. Az érdekesség, és ez tök jó alkalmat ad arra, hogy megkerüld az ellenfelet, lekésed, hátbaszúrd, átbújjál, kivárjad, mindenre alkalmat ad. Azt kell mondjam, amit létrehoztak ebben a kis apró kis játékban, az a Battlefield 1-nek az unikuma lehetne, az egyedisége, amiért eljössz egyet Battlefield 1-ezni. Egy probléma van ezzel, hogy TDM-et csináltak belőle. Ember, ki akar Battlefield 1-ben TDM-ezni? De most komolyan, TDM-ezni akarok, elmegyek kodozni, halózni. Valahova elmegyek, ami nem Battlefield 1. A Battlefield 1-et nem a TDM miatt szeretjük. Szóval, és csináltak belőle egy TDM-et. Most gondoljátok végig ezt a koncepciót. Mi lett volna, ha például valami objektív játékot, tehát objective-based game, tehát valami olyasmi játékot csináltak volna, aminek úgy célja van? Tegyük fel például egy Rush-féleséget, vagy egy Search and Destroy-féleséget, bár lehet, hogy ezt a kód levétel, vagy nem tudom. De egy Headquarters-féleséget csináltak volna. Gondoljátok még mindez ködben. És mikor ott vagy, megvéded azt a kis King of the Hill-t, azt a kis területet, azt a Headquarters megvéded, elbújsz, kinézed, az emberek, akik jönnének foglalni, azok sem biztosak benne, hogy meglátnak, nem látnak, odamész, levágod, és tök jól egy koncepció köré lehetett volna építeni ezt az egész játékot. Tökre tetszik, hogy nincsenek elsődleges fegyverek, viszont ugye használhatod a medic pakkot, ammo pakkot, stb. És ez így tök jóvá teszi a játékot, semmi sem OP. És a köd gondoskodik arról, hogy semmi se legyen túl OP. Te lehetsz úgy OP, hogy van annyi veled, hogy megkerüld az ellenfelet, gyors vagy, hogy ne vegyenek észre a ködben, ne realizálódjon bennük, hogy te társ vagy, vagy ellenfél. Volt úgy, hogy ott mászkált az ellenfél között, és így ugye szedegettem le késsel őket, elképesztő volt, szóval. Nem lenne egy rossz koncepció, de miért TDM-et kellett belőle csinálni? Igen, tudom, elköszön Necrocrim, de nem is értesz ezzel, jobb az, hogy szédumát. Tudom, a szokásos kommentek, amik szoktak jönni, hogy már megint lehúzta a betyöpfényed, vagy legyen, oké. Okay. Szóval a Fog of War jó. Nem rossz. Egyszer játszós. Ez a probléma, mint egy jó mozi, amire beülsz, és tudod, hogy egyszer nézős. Egyszer elmész, kijátszod vele, röhögsz egy jót, hogy ha, ez tök jó, izgalmas volt, de mégiscsak egy TDM. Szóval, hogyha egy ilyen mini domination, vagy egy mini conquest lett volna, vagy egy egypontos foglalost, King of the Hill-szerű játék, a Fog of War kurva jó lenne. A pontosan ezért a környezete miatt, hogy nincs célkereszt, nincs térkép, van köd, és későn jelennek meg az ikonok a társaknak a feje fölött, és ez egész egy ilyen apró zavarodottságba torkolik egy adott ponton, és ebből csak egy TDM-et tudtak kihozni, ez tényleg elszomorító. Srácok, ennyi lett volna 4 percben Fog of War. Ki hogy szereti ezt a modot? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!